Online informatikai kurzus. Info alap. Újdonságok és jövőbeli tervek ismertetése. Előadó Szuhaj Mihály. Kuratóriumi elnök, Informatika a látássérültekért alapítvány. A felvételt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége készítette, a Reális Jövő. Látássérült középiskolások reál tantárgyi tanulását támogató ismeretek átadása. IFJ-G20-A 0291 című projektje keretében, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. Fenntartható jövő. Milyen újdonságról lehet itt számot adni az alapítvány szakmai tevékenységéből a közelmúltból? Ebből én most egy dolgot emelek ki, ez pedig a Zoom tréning anyagunk. Ez is egy oktatási anyag, és pontosan ennek a kommunikációs szoftvernek a használatát mutatja be, és segíti az elsajátítását, amelyet most használunk ennek a rendezvénynek a kommunikációjára. A Zoom tréning anyagunk egy amerikai tréning anyag magyar adaptációja igazából. Ezt Jonathan Mosen készítette, és ő akkoriban a Freedom Scientific cég munkatársa volt, azóta önálló vállalkozást vezet Új-Zélandon. Jonathan felhatalmazásával készítettük el a magyar változatát ennek az anyagnak. Hát szerencse, illetve kis nehézsége volt az életünkben, hogy pontosan amikor ezt a magyar nyelvű szakfordítást és adaptációt megkezdtük, hatalmas változtatásba kezdett a Zoom szoftver és honlap fejlesztője. Így nekünk is röptében kellett igazodnunk az új újdonságokhoz, változásokhoz. Nem volt egy könnyű feladat, ahogy mondani szokták, mozgó célpontra kellett tüzelnünk. De én azt gondolom, hogy az az anyag, ami végül is elkészült és múlt ősszel kiadásra került, hasznos segítség még ma is. Valószínűleg időről időre majd aktualizálnunk kell a információ tartalmát, de úgy érzem, hogy a mostani állapot is sok tekintetben el tudja igazítani a kezdő felhasználót. Ez a tréning anyag, ez speciálisan van elkészítve, ugyanis nem egy lexikon jelleggel magyarázza el, hogy mit is lehet a Zoom szoftverben végezni, milyen beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre, és az egyes funkciókat, funkciók ismertetését nem ezt kapjuk, hanem egy gyakorlatcentrikus bemutatót. A használatot Jonathan egy saját példáján mutatja be, és mi ezt a szöveget vettük át. Tehát itt ő használja a számítógépet, az iPhone készülékét, a Zoom kliens programokat, a Zoom honlapot, kapcsolatba lép partnerével az óceánon keresztül Új-Zélandból az USA-ba, leírja, hogy hogy hozta össze ezt az eseményt, hogy tervezte meg, időzítette a találkozót, hogy hívta meg erre a partnert. Leírja azt is, hogy hogyan tud valaki csatlakozni egy Zoom eseményhez, ha kap egy meghívót, és itt még számos ilyen menedzselési, vagy is részvételi információt, segítséget mond el. Én javaslom mindenkinek ennek a Zoom tréning anyagnak a elolvasását, meghallgatását, hiszen ezt nem csupán elektronikus dokumentumként adtuk ki, hanem a DEX program előnyeit felhasználva egy dramatizált felolvasás is készült a tréning anyagból. Így van egy narrátorunk, aki Jonathan személyesíti meg a gépi felolvasásban, de ottól a számítógép vagy az iPhone beszél, ott más gépi hangkarakterek szólalnak meg.
így érzékeltetve, hogy most éppen ki is a megszólaló, vagy melyik eszköz hangja hallható a hanganyagban. Reméljük, hogy ezzel is élvezhetőbbé és követhetőbbé tettük ennek az ismeretanyagnak az elsajátítását. A Zoom tréninganyag letölthető az Infolab honlapjáról a letöltések tananyagok szekcióból. Sok sikert kívánunk a használatához! Hallható vagyok továbbra is? Oké. Nos, akkor egy új témára lépnék át, pedig arra, hogy mi várható az alapítvány 2021-es munkaévének első felében. Tehát mik a közeljövő tervei? A legközelebbi eseményünk az a beszélő Linux kiadásunk, azaz a Belin 7.0 megjelentetése lesz. Ezt március 15-e környékén tervezzük kiadni. Már a munka a vége felé tart, a kiadás összeállítása és tesztelése, de meg akarunk várni még két fontos komponens megjelenését még mindenképp meg akarjuk várni. Így ezek határozzák meg azt, hogy mi csupán a március közepetáján tudjuk a magyar kiadást közreadni. A Belin GNOME, illetve MATE változatban grafikus ablakkezelő rendszerrel lesz elérhető. A GNOME az a gyengéllátó emberek számára ajánlottabb változat, míg a MATE inkább a vak felhasználók részére. Ugyanakkor a MATE az a kisebb erőforrásunk számítógépekre is az ajánlott, hiszen akár egy gigaramú számítógépen is el tud futni, bár ajánlott a 2 GB memória, de mindenképpen mondjuk egy Windows XP vagy Windows 7 rendszerre optimalizált számítógépes hardveren optimálisan futó rendszer. Elnézést kérek a hirtelen eltűnésemért. Egy kis technikai zavar történt, bocsánat, folytatom. Tehát a Belinről beszéltem, a Belin MATE-ről, amely gyengébb hardvereken is megoldást jelent a számítógép használatra. A 7-es változat, amelyet akkor most a tavasz során március közepén jelentetünk meg, ebben megújul a képernyőolvasó program, és az iskola távoktatása szempontjából egy fontos újdonsága is lesz. A Skype program eddig nem volt használható képernyőolvasó programmal a Linux rendszeren, most először ez is használható lesz. Tehát a márciusi Belinben már egy akadálymentesen kezelhető Skype programot találnak a felhasználók. A böngésző programok köre is bővül, mindeddig a Firefox volt az egyetlen jól használható web böngésző, de a képernyőolvasó, az Orca most már a Chrome böngészőt is támogatja. Ennek akadálymentességi szintje még nem éri el azt, amit a Firefoxnál már sikerült megvalósítaniuk a fejlesztőknek, legalábbis az Orca tekintetében, de lépésről lépésre ez is javul, és már most is egy elfogadható szinten van, így aki valamiért mégsem a Firefoxot kívánja használni a Linux alatt,
annak elérhető lesz, hogy választhatja a Belin 7.0-tól kezdve a Chrome böngészőt is. Talán akkor a Belinről most ennyit mondanék. Egy újdonság lesz alapítványunk tananyag kínálatában a könnyen érthető kommunikációs nyelvezeten megvalósított informatikai anyagunk. Ezt a Windows operációs rendszerre, a Windows alapú internet használatra és az iOS rendszerre, illetve az iOS alapú internet használatra dolgozzuk ki. A könnyen érthető nyelvezet rövidített mozaik szava kék, könnyen érthető kommunikáció. Azt jelenti, hogy egy leegyszerűsített nyelvezeten írjuk le a tudnivalókat. Ezeket a tananyagokat elsősorban a halmozottan sérült, látássérült embereknek kínáljuk. A megértésben akadályozott vak és gyengélátó emberek részére nyújt majd ez segítséget, hogy újdonsült felhasználóként el tudják sajátítani a számítógép kezelést, úgy bízunk benne, hogy ezzel egy olyan új célcsoport előtt nyithatjuk meg a számítógép és az okostelefon használat lehetőségét, akik eddig semmilyen, akik számára ezek szintén nagy előnyöket hoznak, de eddig semmilyen támogatást és segítséget nem kaptak az önálló tanuláshoz. Ezek az anyagok talán majd az ő oktatóik számára is segítséget jelentenek, vagy családtagok, segítők is elsajátíthatják ezekből az anyagokból, hogyan tudják elmagyarázni ezeknek a szoftvereknek, operációs rendszereknek a kezelését a lehető legjobban leegyszerűsítve. A kiadvány készítésünknek egy új szegmensére, ennek új szegmensét is meg akarjuk nyitni idén. Lajos kollégám már említést tett a matematikai leíró nyelveket oktató tréning anyagainkról, amelyek a LaTeX és a MATML leíró nyelveket oktatják. Lajos bemutatta, hogy ezeken a nyelveken integráltan akadálymentes dokumentumokat lehet készíteni, matematikai tartalmakat. Vagyis a HTML környezetbe írt LaTeX parancsok, vagy a ugyanígy HTML környezetben alkalmazott MATML parancsok állományait, ha egy böngészőben megnyitjuk, akkor látó tanár, segítő egy olyan megjelenítést, vizuális megjelenítést kap, amelyet papíron is látni szokott, vagy amelyet iskolatáblára fölír a matematika tanár. Nagy különbség a papír alapú és az iskolatáblára írt matematikai kifejezésekhez képest, hogy az ilyen módon a böngészőben megjelenített tartalma képernyőolvasó programmal felolvastatható. Be lehet lépni egy úgynevezett matematikai megjelenítő funkcióba, és itt egyben is elhangzik a matematikai kifejezés, illetve azt tagunként, tényezőnként is vissza lehet olvastatni, és az információ teljes mértékben megismerhető. Ezt a felolvastást a JAWS program biztosítja a felhasználóknak, és ez Chrome-ban, Firefox-ban, Edge-ben egyaránt működik. Most azt, hogy ilyen anyagokat egy diák vagy a tanára tud készíteni, az egy nagyszerű dolog, viszont azt a visszajelzést kaptuk matematika tanároktól, akik vakdiákokat oktatnak, hogy nekik valójában nincs idejük, hogy a papíron lévő
példákat, amiket a táblára fölírnak, még egy fájba is leírják, és ráadásul ezt egy leíró nyelven, amely szintén részükről némi tanulást kíván. Hogy ezen a gondon segítsünk, új feladatot tűztünk ki magunk elé, a matematikai feladatgyűjtemények akadálymentes átírását vettük fejünkbe, és ez a munkához már hozzá is láttunk. A 11. és 12. osztályos matematikai feladatgyűjtemény akadálymentes formátumra való átírása már meg is valósult. Most az utolsó ellenőrzéseknél tartunk, utolsó simításoknál, és ha ezekkel elkészültünk, akkor elérhetővé fogjuk tenni ezeket a kiadványokat. Így a matematika tanárnak elegendő lesz csupán ezekből a dokumentumokból kijelölni a házi feladatot, vagy egy dolgozatnak a matematika feladványait, és azokat át tudja helyezni egy olyan dokumentumba vágólapon keresztül, amelyet oda tud adni a látássérült diákjának. A diák otthon ki tudja dolgozni a feladatokat, ha házi feladatról van szó, vagy a tanórán a társaival egy ritmusban haladva meg tudja írni a példák megoldását. Ugye feltéve, ugye itt előfeltétel a latek vagy a matemál nyelv elsajátítása, de ez megvan, akkor a látássérült diák részére ez egy működő megoldás. És a diák, amit így megírt, akár házi feladatként, akár órai dolgozatként, azt át tudja adni a látó matematika tanárának, aki a böngészőben megnyitva azonnal látja ennek a vizuális megfeleltetését. Nos, tehát a két matematika feladatgyűjtemény az, ami rövidesen közreadásra kerül. Ezek mellett most folyamatban van a négyjegyű függvénytáblázatnak is ugyanilyen akadálymentes átalakítása, rövidesen az is meg lesz. Ezeket követően pedig a 9. és 10. osztályos feladatgyűjtemények akadálymentesítését fogjuk közreadni. Bízunk benne, hogy ezzel is segíteni tudjuk a közoktatásban integráltan tanuló látássérült diákok együtt haladását a matematika oktatásban látótársaikkal. Mi úgy látjuk, hogy az informatika lehetőséget nyújt arra, hogy itt sem maradjon le, ezen a területen sem maradjon le a akvadgyengi látódiák a társaitól, hanem együtt haladhat velük, és ugyanolyan módon tud számot adni a tudásáról, mint látótársai. Reméljük, hogy ezekkel a szoftverekkel, amelyeket elérhetővé teszünk Magyarországon, ezekkel a tananyagokkal és kiadványokkal mi szolgálni tudjuk a látássérült emberek, diákok, felnőttek, idősek visszakapcsolódását a társadalomba és az egyenlő esélyű részvételét a társadalmi közéletben, az oktatásban, munkavégzésben, mindennapi életvitel megkönnyítésében. Állunk rendelkezésére a látássérült embereknek, ezzel a céllal jött létre az alapítvány, fejti ki tevékenységét. Én úgy érzem, hogy igen jelentős eredményeket tudhatunk magunk mögött, és látjuk az új feladatokat is magunk előtt. Dolgozunk ezen, a csapatunk aktív és elkötelezett,